Üdvözlöm a kedves nézőket! Nem hiszik el, hamarosan itt a tél, hamarosan itt a Hanuka, és még mindig a nyárról beszélünk, hisz nincs hűsítőbb jégkocka, mint Korcsolán Orsolyát hallgatni egy koncertteremben, avagy a zsinagógában. És majd ahogy látni fogják, reggelente, a pirkadat előtt, amikor a kirjácsmát fogják hallani, akkor az alatt is Korcsolán Orsolya hegedű művésznőt fogják hallgatni. Tehát itt van a stúdióban egy művészházaspár, egyenesen a Monarchiából, illetve emlékeznek rá, amikor Monarchia voltunk, akkor volt Bécs, aztán Budapest, most már másképp van. Mi adjuk a Monarchiának a művészeket, illetve Bécsnek. Ők megosztva élnek gyermekükkel, hol Bécsben, hol Budapesten, hol zenélnek, hol szerveznek, hol előadásokat tartanak. Egy biztos, mindig jól jár az a közönség, aki látja és hallgatja őket. Stúdiónk vendége Korcsolán Orsolya és Sugár Gergely. Szervusztok! Szervusz, Péter! Természetesen tegeződni fogunk, hisz régen ismerjük egymást. Orsolya, hogy végre sikerült téged behívni a stúdióba? Mivel vagy ennyire elfoglalva? Elkezdődött a tanév és a diákokkal foglalkozol? Természetesen a diákokkal nagyon-nagyon sokat foglalkozom, hiszen 3 éve megalapítottam a zeneiskolámat Bécs szívében, a Pálfi palotában. Borzalmasan szeretem. Ez egy nagyon nagy álmom volt már, hogy egy ilyen kis saját zeneiskolát alapítsak saját kis növendékekkel. Éppen őszi szünet van, úgyhogy az első utam természetesen Budapestre vezetett, úgyhogy itt töltünk egy pár napot a kisfiammal és férjemmel. És akkor kérdezzük a férjet. Mi újság, Gergely? Nagyon sok minden történik. Hát, mint hogy nálunk mindig útba vagyunk, mindig erre-arra megtalálni minket a világban. Most az Orsi említette a zeneiskolát a Pálfi palotában, ami természetesen, mint minden évben, most kezdődött pár hónapja, és nagyon-nagyon nagy sikerrel fut. De amiről nem beszélt az, hogy közben az Orsi egy új lemezen is dolgozik, egy új kiadványon is dolgozik. Itt kell, hogy megszakítsak, és elmondjam nézőknek, hogy a Kossuth Rádió Hallgat Izrael műsorában szinte minden két hétben, hogy amikor van műsor, hallhatjuk Orsolyának az előző lemezét. Melyik is volt ennek a lemeznek a címe? Korn Goldmark, ez volt a második lemezem. Korn Goldmark, amiben szenzációs számok vannak. Vannak vidám számok is benne, és hogyha egy riportalany nincs eléggé feldobva, vagy valami szomorú dologról beszélünk, tehát a vidámnál is, a szomorúnál is te vagy az aláfestő zene, ami biztos borzalmas lehet egy hegedű művésznek, hogy aláfestésnek használják, de annyira rendbe szoktad hozni ezeket a riportalanyokat, úgyhogy már is a hallgatók nevében köszönöm, és a nézők is majd hallhatnak veled. Tehát és mi lesz ezen a lemezen, mi van ezen, ami nincs az előzőn? Ez a lemez, ez egy egész speciális lemez, még, talán még speciálisabb, mint ez a Korn Goldmark, amit említettél, ami egyébként San Francisco-ban, a KDBS rádióadón többek között a 7 lemeze volt, amit a Naxos America a Grammy-díjra jelölt az elmúlt évben, tehát ez egy óriási, óriási siker volt. Már egyszer megszakítottalak, de hogyha valakinek ilyen sikerei vannak, akkor meséld el Orsolya nekünk, hogy hol tanultál te Amerikába, és hogy kerültél oda? Mert a nézők ezt nem tudják. Először az nagyon fontos, hogy ugye a Magyar Hegedűiskolának az alapjait elsajátítottam itt Magyarországon, Budapesten, és 12 évesen bekerültem a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába, úgyhogy fantasztikus professzoroktól tanulhattam itt Magyarországon, Kovács Dénes, Perény Eszter, Vermes Mária, Kapás Géza. És a Gergelyt is már ott ismerted meg, mert igen, ő is egy ilyen zseni. És egy nagy álmom volt, mindig hallgattam lemezeket természetesen, mint ahogy minden diák, és az egyik lemezen Icák Perman is, és Pinkás Zuckerman játszott, és a lemez, ezek még régi LP-k voltak természetesen, a lemez hátulján mindig rajta volt az adott művészeknek az életrajza, és megnéztem, hogy hát ezek a nagy művészek, mint Icák Perman, hol tanulhatott vajon hegedül, és oda volt írva, hogy Iván Galamián és Dorothy Delaney növendéke volt Icák Perman a New York-i Juilliard School-ban, és akkor én ott a nappaliban megfogadtam, hogy én 6. haszakad, én el szeretnék menni a Juilliard School-ra tanulni. Hát akkor még álmomban se volt, hogy még Icák Permannal is lesz majd hegedúrám, és ezen az álmon dolgoztam, lediplomáztam itt Magyarországon, és felvételiztem a Juilliardra. Elmentem előtte Dorothy Delaneyhez egy meghallgatásra, és ő azt mondta, hogy nyugodtan próbáld meg a felvételit, én mindenképpen szeretnélek fölvenni, hogyha a bizottság is így ítéli. Ez így is történt, és hála Istennek ösztöndíjat is kaptam, megkaptam a Dorothy Delaney és a Wanderstar ösztöndíjakat, úgyhogy így eltöltöttem 2 fantasztikus évet New Yorkban, a Juilliard School-on, és ott sikerült a mesterdiplomát is megszerezzem. Most ugorjunk egy nagyot, amikor készültem erre az interjúra, meg már korábbi interjúkra veled,
akkor azt találtam, hogy te gondoskodtál a harmadik világról is, és ott is valami zenekart alapítottál, és jártál oda zenélni és oktatni. Mi volt ez? Elmentünk Maláziába, miután összeházasodtunk, töltöttünk egy évet Bécsbe, és úgy éreztük, hogy kell nekünk egy kis... Na most akkor tisztázzuk, ez egy ilyen jószolgálati küldetés volt, vagy egy egyéves nászút? Ez egy hat éves komoly küldetés volt, igen. Kimentünk Kuala Lumpurba, Maláziában, ott van egy, volt egy, még most is létezik egy fantasztikus zenekar, az a neve, hogy Malaysian Philharmonic Orchestra, és itt játszottunk hat évet. Itt született a kisfiunk is Kuala Lumpurban, és közben megalapítottunk egy kis kamarazenekart, amit Gergő vezényelt, én voltam a koncertmestere, ott is tanítottam, úgyhogy mindent, ami jó, azt gyakorlatilag Maláziában megtettük. Játszottunk, alapítottunk, tanultunk, világot jártunk, utaztunk, és gyereket szültünk. Te, Orsolya, ez egy nagyon érdekes dolog, és ajánlom a nézőknek is, hogy ilyen házas életük legyen, hogy téged mindig a Gergő tol előre, és te vagy neki a sztár, és a legszebb és a legokosabb. Most fordítsuk meg, mesélj nekünk valamit a Gergőről, hogy tennek az ő napjai, mivel foglalkozik? A Gergő a Bécsi Szimfonikus Zenekar kürtművésze, azon kívül a Gráci Egyetem egyik professzora, ő kürtöt tanít az Obersütceni intézményben. Hát a napjai azok azzal telnek, hogy ide-oda futkározik, vagy próbára megy, vagy koncerten játszik, hol a muzikferányban, hol a koncerthouse-ban Bécsben, vagy pedig ugye a diákokat oktatja, hol Grácsba megy, hol Obersütcenben. És a szabad idejében ugye nekem segít, a kisfiunkkal foglalkozik, ügyesbe és dolgainkat végzi, úgyhogy besegít egy picit a zeneiskolába is. Akkor most tisztázzuk, a gyereketek zenész lesz, vagy sportoló? Ő azt mondta, hogy zenész nem szeretne lenni, imádja a zenét, természetesen zongorázik gyönyörűen, most már 3 vagy 4 éve. Nagyon szereti, gyakorol is, de mondta, hogy azt hiszi, hogy ez nem biztos, hogy az ő hitvallása lesz, viszont sporttól elkezdett vívni, úgyhogy ezt most olyan komolyan csináljuk, hogy az egyik célja is volt ennek a mostani látogatásunknak, hogy vasárnap lesz egy kis verseny Duna Harasztiba, ahol Nátán is részt fog venni, mint kis vívó. Gergely, neked az öcséd is zenélt. Ő hol tart? Ez egy ilyen zenés család? Nem tudom. Papád nem. Az orvos, hogyha jól igen, tudom. Igen, ő kort műkocsonyázó volt, dr. Sugár István is, sebészorvos, és sebészfőorvos, és professzor is. Amit lehetett, azt ő a medicinában is magáévá tett. A Berci, a Sugár Berci, vagy később aztán Beri néven futott a Bertalan. Ő énekes, popénekes volt. Musical színész volt, aztán elment Amerikába színészetet tanulni, az AMDA, American Music and Drama Academy, jól emlékszem, így hívták az iskolát, ott végezte tanulmányait, aztán szerepelt ott a Broadway-en is néhány kisebb produkcióban, és Magyarországon ő mindig egy ilyen popstar lett valahogy, nagyon. Tehát ő egy boldog ember. Egy boldog ember, de nem azért, mert popstar, hanem azért, mert ő egy zseniális jóga oktató. Most azért egy jóga gurú lett belőle. Na most, hát ezt én tudtam, én erre készültem. Ez itt a kérdés, hogy tulajdonképpen a vívás, a jóga, mi tulajdonképpen a kurázsi ennek a családnak, hogy mindenkinek minden sikerül? A mamád mivel foglalkozott? Ő lakberendező volt. Sajnos más már 8 évvel ezelőtt elhúny, de érdekes. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ezt így kérdezed, mert az Orsa is korcsolyázó volt, ő profi szinten korcsolyázott. Egy darabig a hegedülés és a korcsolya teljesen párhuzamosan ment, hogyha jól tudom, igen. És még olyan komoly nemzeti eredményeid is voltak, és ő az én apukámat előbb ismerte, mint én az Orsolyát, mert az édesapám akkor volt a korcsolyázó szövetségnek az alelnöke, ha jól emlékszem. Nem tudom, azt gondolom... Szóval lehet, hogy ez egy ilyen zsidó szokás, hogy kinézzük a fiunknak a leendő feleséget, vagy hogy? Nem, azt nem gondolom, de azt gondolom, hogy van ez a... Ez egy zsidó szokás, de ez nem így történt. Hanem azt gondolom, hogy itt van egyfajta céltudatosság, vagy egyfajta... Meg ahogy szoktuk mondani, csapatszellem, tehát igen, csapatként működik. A mai napunk egy szenzációs nap, hisz utánatok majd egy zenész, egy médiaguru és egy írónő következik, aki úgy szintén irodalommal is foglalkozik, lakberendezéssel és a világon mindennel, úgyhogy ma ez egy nagyon jó napunk van. Azt mondjátok el nekem, hogy azon kívül, hogy oktattok, mit lehet még elérni a zenébe? Tehát az, hogy mindenki tudja a bécsi operában, vagy a mindenféle zenei műsoroknak a kedvelői a neveiteket.
mit lehet még elérni, hogy még egy világkörüli turnét csináltok, vagy... Én azt gondolom, hogy ennek a hivatásnak a legfontosabb része az, hogy minél több gyereknek és több diáknak átadjuk a zeneszeretetét, vagy a szakma titkait, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek az útnak én még csak az elején vagyok, hiszen most alapítottam 3 éve ezt a zeneiskolát, és a célom az, hogy az életutam alatt minél többet átadjak abból, amit én megtanultam a hegedülésről és a művészetről és a zeneszeretetéről. És hogy van az, hogyha például én megkérdezem az izraeli filharmonikusokat, akkor mind a kettőtök nevét ismeri. Viszont hogyha megkérdezek mondjuk Budapesten egy zenei árokba 2 zenész rólatok, akkor mondják, hogy biztos tehetségesek, de nem tudnak semmit. Ez minek köszönhető? Ez az izraeli filharmonikus, ez lehet annak köszönhető, hogy nagyon jó barátunk a Láv Sáni, aki a Zubin Mehtának az egyik nagy kegyelt, és a Bárán Boymnak az egyik ilyen fiatal tehetsége, és nagyon sokat vezényelünk Bécsben. És hát én is a Juilliarddal nagyon sok izraelivel ugye együtt tanultam, úgyhogy igazából a Juilliard ez egy olyan olvasztó tégely, hogy úgy mondjam, egy nemzetközi olvasztó tégely, ahonnan az emberek aztán szétszélednek a világ minden tájára, és valahogy mindig összetartunk. Az egyik nagy mentorod neked, Orsolya, dr. Vadas Vera. Igen. De rajta kívül azért még sokan mások is. Mikor fogjátok Magyarországot is meghódítani, ugyanúgy, mint Ausztriát, vagy Izraelt, vagy akár a Távol-Keletet? Hát azt nem tudom, hogy Magyarországot mikor hódítjuk meg, de Magyarország engem már biztos meghódított nagyon-nagyon régen, hiszen bármikor, amikor idejövök, akkor a szívem megdobban, úgyhogy a szívem csücske ez az ország, és mindig visszatérek. Tavaly nyáron, illetve idén nyáron egy nagyon érdekes projektje volt Vadas Verának, ha erről tudnál beszélni, amiben felléptetek, valahol ott a Józsefvárosban. Igen, a Budapest Music Centerben léptem föl, mint szólista. Egy fantasztikus projektben, ahol is Carl Amadeus Hartmann hegedű versenyét adtam elő. Azt hiszem, hogy ez egy magyarországi bemutató volt, hiszen ez még nem hangzott el Magyarországon. És Amory Duclosselnek volt ez a projektje. Igen, ő beléd is szeretett, mert ha jól tudom, a jövő évi projektben, mintha olyan hírek terjengenek, hogy újból együtt fogtok fellépni. Igen, újból együtt fogunk fellépni. Fantasztikus volt a kollaboráció, nagyon-nagyon fantasztikus vitális kis kamarazenekarát mögöttem, és hát ez a hegedű verseny, ez egy óriási kihívás volt. Ez szakmailag is, technikailag is, zeneileg is, de azt gondolom, hogy annyira jó volt együtt dolgozni, és maga a darab is annyira nagy kihívás, hogy szeretnénk ezt majd lemezre rögzíteni. Aki még ezen az eseményen együtt dolgozott veled, az nem más volt, hanem Gergely a férjed, aki ugye nem volt a színpadon, de én néztem, hogy ott vezényelt, mindenféle utasításokat adott. Te is szoktál neki ilyeneket csinálni? A vezényelni nem, de mivel mi zenészek vagyunk egymásnak, ugye amikor az ember próbál, vagy hogy van egy főpróba, akkor kell egy másik fül, aki meghallgatja. Nyilván a karmester vezényel, te benn állsz, mint szólista. Úgyhogy ha van egy olyan ember, aki kívülről meg tudja hallgatni a balanszot, tud segíteni egy-két apróságban, az természetesen nagyon ideális, és ha az embernek ez még pont a férje is, akkor ez azt hiszem, hogy a legjobb. Úgyhogy egymásnak ilyenkor mindig segítünk. Nálam senki nem úszta meg, a riport végén kell, hogy mondja 3 mondatot a nézőknek, hogy hogyan legyenek a gyerekeik olyan jó sikerültek, mint amilyenekre ti sikerültetek. Hogy kell ezt csinálni? Azt gondolom, hogy ami a legfontosabb most, hogy így tanítok én is, az arra megtanítani a gyerekeket, hogy respekt, hogy hála és szorgalom. Azt hiszem, hogy ez a 3 nagyon fontos dolog, amit én át szeretnék adni Nátának, és hogyha ez a három megvan, akkor nagyon sokat el lehet érni az életben. Na, akkor nézzük, hogy Gergely mit mond erről. Hát én többet erről nem tudok mondani, mint a világ legjobb anyukája. Tehát azt gondolom, igen, ez nagyon fontos, hogy a gyerekek respektálják a több másik embereket, és ugyanúgy saját magukat respektálják annyira, hogy nem hagyják, hogy őket respekt nélkül az életben kezeljék. A hála az nagyon fontos, nem csak az, hogy a szüleiknek legyenek hálásak, azt hiszem, az egy másodrangú dolog, de hogy az életnek hálásak legyenek, és tudjanak hálát adni azért, amiük van, és azért, amit az élet a kezükbe adott. És mi volt a harmadik, amit mondtál? És a szorgalom. A szorgalom az pedig... Szorgalom. A szorgalom az egy érdekes dolog. Azt gondolom, hogy a szorgalom az egy kétélű fegyver, aminek a másiké, az egyikére az a gyereknek a szorgalom, és a másikére az pedig a szülőnek az odafigyelése, hogyha a gyereknek van a szorgalma, akkor tudjon arra odafigyelni, hogy azt egyengetni az ő kis útját. Tehát megéri ezt? Én nekem van egy gyerekem, több gyerekem van, de az egyik gyerekem hosszú ideig tanult hegedülni, aztán zongorázott, és ő is egy zseni, de
iszonyú nehéz fizikai munka volt, ameddig a hegedűből hangokat sikerült neki kifacsarni. Megérte? Megérte. Minden egyes hang, minden egyes verejték megérte. Igen. Ez egy drog. Enélkül nem lehet élni. Ha az ember ezt a zenei fertőzést, hogy úgy mondjam, elkapja, akkor nincs menekvés. De könnyű neked, mert egy hegedűt még csak lehet cipelni, de Gergelynek ilyen nagyobb hangszerei vannak. Ez nem jelentett soha problémát. Tehát nézd, nekem vannak kollégám, akik tubáznak. Tehát, hogy ez nem lehet. Tehát, hogyha valaki ezt szenvedéllyel csinálja, és valakinek ez az élete célja, ez a hivatása, ő ebben találja meg önmagát, akkor itt a méretek nem számítanak. Hát egy organista is. Az orgonát magával, és szerintem a zsidók éppen ezért inkább hegedülnek, mint zongoráznak, ha bár zongorázni is. Bárhova vett minket a sor. Kedves nézőim, mai műsorunk vendége volt Korcsolán Orsolya, hegedűművésznő, és férje, Sugár Gergely, legközelebb a gyerek is jön velük, és ne felejtsék el, legalább két havonta visszavárjuk őket. Köszönjük, hogy minket választottak, a viszontlátásra.